Kelemi kisebbségi önkormányzat elnöke. Úgy jött az ötlet, hogy én is szeretek táncolni, ez igazság. Meg az, hogy sajnáltam a gyerekeket, hogy egyik a falu végén, a másik falu végén, az árokba. Rossz dolgokat csináltak, ablakot törtek, szóval, és úgy gondoltuk, hogy inkább akkor lefoglaljuk őket. Ez a tanácsoport már körülbelül 3 éve működik, a kisebbségi önkormányzat patronája. Nagyon sok fellépéseken voltunk, ki mit tudok, megnyertük a Borsod megyén az első helyezést ezelőtt 2 évvel, most legutóbb pedig Szabolcs, Nógrad, Borsod megye, ki mit tud, versenyen voltunk, és ott külön díjasok lettünk. Hát ezek a gyerekek főleg roma táncot tanulnak, illetve latin táncokat, rockit. Itt jóformán én és a feleségem tanítsuk őket. A koreográfiát azt én találom ki, a feleségem pedig gyakoroltat vele. Hát ez a gyakorlás az úgy van, hogy most például elsőtől kezdve, július 1-től minden nap lesz gyakorlás. Segített a gyerekeken, igen. Hasznos időeltöltés, tanulnak a gyerekek, barátok lettek. Szóval szerintem jó kapcsolatok épültek ki a szülők közt is. Ők is jönnek rá táncórákra. Együtt beszélgetnek a szülők a gyerekekkel, együtt rukkolnak, várják, hogy milyen eredményeket érünk el. Nagyon szép eredményeket értünk el, én úgy hiszem 3 év alatt. A térség azt hiszem a legjobb csapatot alítottuk össze. Hány gyerek van? Hát összesen az egész tancsoport 20-22 főből van. Van benne nem roma származású gyerek is, bejött, hogy ő szeretne táncolni, azt mondtam, mutasd meg. Hát az alapokat nem tudta, ugye nem roma gyerek, de azért a többiektől eltanulta, és most már ő is benne van a tánccsoportban. Ezek hány éves, hogy van ez megosztva? Hát ezek úgy vannak megosztva, hogy 6 évestől 18, 20, 21 éves is van benne. Például a fiam is 21 éves, ő is benne van. A lányom 18 éves, ő is benne van. Nógrad megyében voltunk, Kistenyerén. Ott 3 megye csapott össze, azt hiszem 100 együttes lépett fel, és ott is külön díjasok lettünk. És azért büszke vagyok, hogy egy kis falu városiakat is legyőzött. És ez pénz nélkül, és ez társadalmi munkába megyünk. Hát a további tervek, hogy minél több gyereket behozzunk ebbe a dologba, szeressék ezt a hagyományőrző csapat meglegyen. Hát még további, úgy nézett ki, hogy mi tovább jutottunk, aki mit tudom, majd Budapestre is lesz egy országos verseny, szerintem országos verseny is megállnak a helyüket. Hát én szerintem az lenne a cél, kitűzés egy jó országos versenyen részt vennének, és jó eredményt érnének el. Nem az, hogy első helyzet, én megelégednék egy 3. helyzettel is, mert azért, ahol ma iskolák készítenek fel, meg zenetanárok, meg minden van, városiakhoz képest egy kis faluban, ahol mink ilyen kis amatőr csapat, szerintem ez nagyon jó lenne, hogyha mi legalább a 3. vagy 4. helyzet, vagy egy külön díjasok lennénk, én azzal is megelégednék. Oh, oh, oh.